hogy a várunkra egy kicsit békát nyújtogetnék a fiókáimnak. Jaj, de nem látok sehol egy békát. Váromban nincsen béka. Nem látok egy békát se. Hol van a béka? Itt volt. Béka! Báb előadással készültek a gyerekeknek Várongon. A Tornamegyei településre a Katalinka Báb Színház érkezett. A két óvónő alkotta társulat magyar népmesék feldolgozását hozta el kicsiknek és nagyoknak a gyereknapon. Most a Benedek Elek, a Loncsos Medve magyar népmesét dolgoztuk fel, és egy Bonyhádi feldolgozást, az öregasszony Kacsapásztort keres székely népmesét. Annak idején, mint óvónő, azért gondoltam, hogy szüksége van a gyerekeknek a bábszínházra, mert ott a hátrányos helyzetű gyerekek, ahol én éltem, nem jutottak be városokba, nagyobb helyekre, bábszínházba. És akkor arra gondoltam, hogy én megalkotom akkor a népmesék mesehőseit, és készítek én egy kis bábszínházat. És akkor így ezzel jártam a környéket, és a kolléganőm szintén óvónő, és így együtt járjuk most már a vidéket. Én itt lakom az erdőben. Én meg kijöttem macskót szedni. Az nagyon jó. Én is szeretem. Gyere, mász föl, aztán ne szegessünk együtt. Én most olyan lusta vagyok, nem szeretnék fára mászni. Hát tudod mi? Hogy áll-e nekem egy-két vadkörtét? Na, jól van. Adjam neki gyereket. Jó szép, vagyok. Jól van, a is. A magyar népmese az szerintem kortalan. Tehát én a mai napig, hogyha felfedezek egy régen olvasott népmesét, még mindig el tudok merülni a mesevilágba, és 3 éves kortól már a gyerekek élvezik a mozgást, a humort, és a kasírozott, a hagyományos marionett bábok, ezek alkalmasak arra, hogy megelevenítsük az emberi alakokat is. Ő például a Jancsika, aki elmegy az erdőbe a körtét szedni, vagy vackot szedni, és a Loncsos Medve, aki lecsábítja ugye Jancsikát a fáról, a boszorkány majd meg később érkezik. Tehát ezek a bábok, a kasírozott bábok alkalmasak arra, hogy megelevenítsük ezeket a szereplőket is, tehát az emberi alakokat. És hát számtalan tárháza van még a magyar népmeséknek, amit mondjuk szeretnénk megvalósítani a közeljövőben. Hát csak persze dolgozunk, és állandóan tanulni kellett, és nem volt elég idő arra, hogy ezt folytassuk, de még nem adom fel, és nem adjuk fel, hogy bővítsük a repertoárt. Kecskeméten tanultam a bábművészetet Báról Lászlótól, hadd említsem meg a nevét, és Cine Mihály írta alá annak idején a papíromat, és nagyon büszke vagyok arra, hogy annyi mindent tanultam a kecskeméti években, úgyhogy szeretném továbbadni a magyar népmesék szeretetét, így a bábozás által is. Várongon már évek óta hagyományosan megrendezik a gyereknapi programot. Minden évben megtartjuk a gyereknapot ilyen. Nem biztos, hogy pont a gyereknapon, ami a szokásos érdemben vett gyereknap, egy-két héttel vagy hónappal később, mert mindig úgy szoktuk csinálni, hogy a megyei könyvtár, akivel kapcsolatban vagyunk, ők adnak műsort, Katalinka Báb Színház, ők fognak most is jönni ketten, többször voltak már itt, és nagyon jó kis műsort adnak, nem is kell érte fizetni, megmondom őszintén. Várjuk a várongi gyerekeket, mindig megvendégeljük őket kajával is, meg üdítéttel, süteményekkel, és hát ugye játszunk velük, nagyon élvezik, nagyon szeretik ezt a kis műsort, de egyébként nem szokott ez ilyen nagyon hosszú, egy-két órás, meg nem sok gyerek van, meg kicsi a falu, és sajnos kevés a gyerek, de hát azért egy 10-15 eljönnek, az is már nagyszerű dolog nálunk. Vannak különböző játékok, azokkal szoktak játszani, a szülők is bekapcsolódnak egy kicsit, és együtt játszunk. Most nem vagyunk olyan nagyon sokan, mint egy nagy rendezvényen, csak a gyerekeknek a szülei, vagy éppen valamilyen hozzátartozói jönnek el, de egyébként nagyon szép helyen, nagyon szép kis környezetben. Arra adunk, hogy minden rendben legyen ebben a kis faluban, főleg a faluházban, községházban, parkokban.